Oldjuk meg a következő feladatot. Két egymástól átávolságra lévő Q1 és Q2 vonaltöltés van a feladatban. Q2-től B távolságra helyezünk el egy Q0 vonaltöltést. Tehát vonaltöltésekről van szó, nem pedig pontszerű töltésekről. A kérdés az, hogy hogy válaszjuk fel Q1 és Q2 arányát úgy, hogy erre a Q0-ra ne hasson erő. Az biztos, hogy a két töltésnek az előjele ellentétes kell legyen. Ha például a baloldalit pozitívnak választjuk, és ez a Q0 is pozitív, akkor a zöld nyíl szerint taszítani fogja ezt a töltést. Ha a másikat, tehát a Q2-t negatívnak választjuk, ez pedig pozitív, akkor vonzani fogja ebbe az irányba. Úgy kell tehát beállítani a rendszer, hogy ez a két erő egyenlő nagyságú legyen, de ellentétes irányú. Ez nyilván attól függ, hogy a Q1 és Q2 a geometriának megfelelően hogy választjuk meg, és a feladat szövegezése is ennek megfelelően alakul. Az elektromos térerősséggel fogunk foglalkozni, hiszen vonaltöltésekre a Coulomb törvényt ilyen formában nem tudjuk használni, mint az előző példában tehettük volna. Ezért a Gauss törvényből kiindulva ismétlésképp röviden levezetjük a vonaltöltésnek az elektromos térerősségét. Ez a D/2RπL egyenlő Q/R összefüggés szerint alakul, ahonnan az elektromos térerősség az a Q/2RπY lenne. A legfontosabb dolog az, hogy ha az elektromos térerősség értéke valamely pontban nulla, akkor ott, ha oda teszünk egy töltést, akkor arra erő nem hat. És ez általános érvényű. Ez nagyon lényeges, hogy az elektromos térerősséggel számolunk, akkor egy általános érvényű rendszert, erőteret fogunk kapni. Vizsgáljuk meg az itt felvázolt esetet, legyen tehát a Q1 előjele pozitív. Természetesen, hogyha a két töltés előjele ellentétes, hasonló eredményre fogunk jutni. Tehát legyen a Q1 előjele pozitív, akkor az itt mérhető elektromos térerősség, feltéve, hogy a Q0 is pozitív, ebbe az irányba fog hatni. És ez lesz az E1 elektromos térerősség. Ha ide az R helyébe megnézzük, mit kell behelyettesíteni, A plusz B, hiszen erről a távolságról van szó. Tehát egyszerűen azt kapjuk, hogy ez Q/2πε, legyen epsilon 0, A plusz B. Ha ez negatív töltés, negatívnak kell lenni, máskülönben nem jöhetne létre az, hogy itt az elektromos térerősség értéke 0 legyen, egy E2 nagyságú erőt fogunk kapni, erőteret fogunk kapni, az E2 az pedig az R-be helyettesítve a B értéket, hiszen erről a távolságról van szó, azt fogjuk kapni, hogy Q/2πε0 szorozva B-vel. Természetesen ez Q2 indexet kap, az első pedig Q1 indexet fog kapni. Tehát egyszerűen ebbe az összefüggésbe helyettesítettünk. A cél az, hogy ez a kettő egyenlő nagyságú legyen, tehát E1 egyenlő E2-vel. Azt mi tudjuk, hogy ezek ellentétes irányúak, például ide egy negatív előjelet tehetnék. Ha egy E1 egyenlő E2, akkor azt kapjuk, hogy Q1/2πε0 A plusz B egyenlő kell legyen Q2/2πε0 szorozva B-vel. A 2πε0-val egyszerűsíthetünk, és azt fogjuk kapni, hogy Q1/Q2 egyenlő A plusz B per B. Természetesen mínusz előjellel, de akkor ide is nyugodtan ki lehet tenni a mínusz előjelet. Ez pedig akkor valójában az abszolút értékekre vonatkozik. Tehát még egyszer itt az előjeleket. Ha ez pozitív töltés, a Q1 és a Q0 is pozitív, akkor itt taszító erő lép fel.
A Q2, ha negatív, akkor itt vonzóerő lép fel, és ennek a két erőnek az abszolút értéke egyenlő kell legyen, ami azt jelenti, hogy az elektromos térerősségek abszolút értéke egyenlő kell legyen. De mi tudjuk azt, és megbeszéltük az elején is, hogy az egyiknek pozitívnak, a másiknak negatívnak kell lenni, és ez itt meg is jelent. Tehát a Q1 és Q2 vonaltöltéseket A plusz B per B arányban kell megválasztani, és az egyiknek pozitívnak, a másiknak negatívnak kell lenni, akkor előállhat ilyen eset, hogy a Q0-ra nem hat erő.